Köszönjük szépen az általános iskola kórusának. Egy picit újra mi is lehetünk a gyerek kórus részei. Én is énekelgettem, remélem nem hallatszott ki. Most pedig, hogy Tünde tanárnő itt tudja maradni velünk, ezért szólítok sok szeretettel a Sopron Horpácsi Szentévai Elemér vegyes kart. Kérem, fogadják őket sok szeretettel és műsorokat. Fogjuk először elénekelni, aztán Kodály Zoltán Kóhoz Generóza című kórusművét, majd szintén egy Kodály Zoltán kórusmű következik, viszont ez most már nem vegyes karé letét, hanem a nők fognak énekelni. Mi is egy nagy szalontai köszöntővel készültünk, mi a könnyűvel. Majd még van két feldolgozásunk, az egyik Bárdos Tiszai Dallamok és újabb Bárdos. Nem, a Tiszai Dallamok előtt még van egy női kari vicces balladánk is. Hogyha tetszik a lóját, nincs a kedvem, ne szólját, senki földre magadnál, hogyha egyet a lóját, nincs a kedvem, ne szólját, friss a kedvem a lóját, nincs a kedvem, ne szólszám, minden ember örüljön, rosszat messze kerüljön,
szeretném szólítani a Soproni Zeneiskola kamarakórusát. Kérem, fáradjanak ki. Sokkal okosabb ember azt mondta, hogy az igazi keresztények a nagy bőjben sem szomorúak. Úgyhogy mi sem leszünk szomorúak, hanem nagyon jó kedvenes világban fogunk énekelni. Első műsorszámunk, Vekki Néked zeng ez a dal, érezze magát mindenki köszöntve ezzel a dallal, aki itt ül. Ezután William Boyce Kármonya következik, majd Sugár Rezső nyári madrigája és Falkas Ferenc párosítója. Thank you.
szépen a Soproni Zeneiskola kamarakórusának ezt a pár vidám percet, és kedves közönségünk, most újra egy ifjú tehetséget szólítanánk a zongora mögé, Szuper Lizinek hívják, és a műsorán pedig Szokolai Sándor, Hüvely Matyi. Hallgassák szó szeretettel! Szeretettel köszöntjük elsőként most körünkben a Nemeskéri Daloskör, és vezetőjüket Lekrúli Ádolt. Sok szeretettel köszöntünk mi is mindenkit innen a szomszédos faluból. Köszönjük a meghívást a rendezvény szervezőinek. Mi csupa népdallal készültünk, úgyhogy olyanokkal, amiket bizonyára mindenki ismer, úgyhogy kényünk kedvük szerint énekeljenek velünk nyugodtan. Two.
kéri Taloskörnek, hogy együtt énekelhetünk, igazán szépen szóló volt, hogy mindenkit meg tudtak énekeltetni, akivert, de aki tudott is. És most nem utolsó sorban, de utoljára, vagy hogy szokták ezt szépen mondani, de annál nagyobb szeretettel köszöntöm ismét szomszédfaluból a Bölcsei Népdalkör, akik már rengeteg díjat nyertek, számos alkalommal jártak itt is nálunk, fogadját őket sok szeretettel.
kedves kórusok, azt gondolom, hogy két nagyon fontos dolog van még hátra. Úgy nem mehet innen el senki, hogy nem énekelt felünk közösen. Ez lesz az utolsó része. De addig szeretném felkérni a kórusból a két segítőt, és a kórus vezetőjét majd szólítjuk, hogy fáradjanak két kis kedvességgel készültünk mi is, a vendéglátó kórus, az önkormányzat és a jövőiek vendégszeretete jeléül. Úgyhogy ennek most az átadására kérem, fáradjon mindenki ki, akit szólítok, harmadjukat. És az utolsó számhoz legyenek szívesek itt is maradni majd velünk. Szólítom először, nem sorrendben megyek, mert szerintem bőven össze van keverve ez a pár emléklap. A nagyszentgyörgyi templom kórust és vezetőjüket, Kis Vidort. A Szent Irma Jeremér vegyeskar és a Lövői Általános Iskola kórusát vezeti.
technikai szünet, és az utóbb, mielőtt még Agapéra megyünk, összeállítjuk a kis kivetítést a közös énekléshez, már nem lesz hosszú. Köszönöm mindenkinek a türelmét, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Azt gondolom, hogy ha Kodály most itt lenne, már pedig tudom, hogy itt van velünk, hiszen a szellemét mindannyian egy kicsit kiki a maga módján, kiki a saját tehetségéhez mértem maximálisan megszólaltatta, és hát mindenkinek kell egy kicsit közösen énekelni velünk, azt gondolom. Igen. És még két nagyon fontos dolog van, hogy szeretettel köszöntsük és köszönjük meg a Magyar Kodály Társaság soproni tagozatának, nyugat-dunántúli tagozatának az elnökének. Kérem Andi nénit, hogy fáradjon ide, egy csokba virág erejé és egy nagy tapsot. Viszontlátásra is.
várunk minden kedves kórus résztvevőt ki a teraszra egy kis szerény agapéra. Kérem mindenkit, aki énekelt, aki itt volt a színpadon, hogy fáradjon ki. Kedves közönségünknek pedig megköszönöm, hogy meghallgattak minket. Remélhetőleg jövőre